Megrendítő. Bár tudtuk, hogy el fog következni ez a perc, mégis váratlanul ért mindenkit. A magyar válogatott leukémiával kezelt szövetségi kapitánya, Karl Erik Bőn, vasárnapra víradóra, a Tonsbergi kórházban elhunyt. Egy remek ember, kiváló sportoló, edző hagyott itt minket a hétvégén. A norvég szakembernél tavaly februárban diagnosztizáltak leukémiát kemoterápiás kezeléseket kapott, és csontvelő átültetésen is átesett novemberben. Úgy tűnt, hogy sikerült legyőzni a betegséget. Karácsony előtt aztán megkapta az orvosoktól a kíméletlen diagnózist, újra rákos sejteket találtak a szervezetében, betegsége pedig gyógyíthatatlan. Bőn a nyilvánosság előtt vívta meg harcát, szörnyű betegsége alatt blogján biztatta sóstársait. Utolsó bejegyzésében így fogalmazott. Január 3-án úgy érzem, most vagyok a legboldogabb és a legharmonikusabb. A Győri Audiátó KC-t vezetőedzőként bajnokok ligája döntőig vezette, magyar bajnok és kupa győztes lett. Kebet 2011. augusztus 30-án nevezték ki a magyar válogatott élére, amelyel Európa bajnoki bronzérmes lett. Ő volt az első külföldi szakvezető a magyar válogatott élén. Megbízása a 2016-os Riói olimpiáig szólt volna, amit sajnos már nem érhetett meg. Borkai Zsolt polgármester ezekkel a szavakkal búcsúzott a kiváló sportembertől. Mindössze 48 éves volt, és már is elment közülünk. Számtalan nagy meccsen diadalmaskodott életében, de sajnos a legfontosabb csatát nem nyerhette meg. A betegség elegyőzte őt, és fájóan hamar itt hagyott bennünket. Szegényebbek lettünk egy kiváló szakemberrel és nagyszerű férfival, igaz baráttal. Két nemzet gyászolja most, hiszen Norvégia mellett Magyarország is szívébe zárta őt. Szombat este szurkolók, sportársak, vezetők csendben kisírt szemmel gyülekeztek a Magvasi Mihály sportcsarnoknál. A bejárat előtt egy fénykép, ami mellett rengeteg gyertya, a kiváló szakember szeretett volna még egyszer ellátogatni volt tanítványaihoz. Sajnos ez már nem adatott meg neki. Karl Erik Böntől búcsúzik most mindenki. Nyugodj békében, drága keb.